Gazdag történelmünk hőseire emlékezett városunk május 29-én a Hősök napján. Immár 12 éve, hogy ezen a napon adózunk főhajtással az elmúlt évszázadok azon kiemelkedő személyiségei előtt, akik történelmünk ezer éve alatt életüket áldozták hazánkért. A mostani megemlékezésen Domine János nyugalmazott dandártábornok mondott beszédet, melyben nem csak a hősökre, hanem a két világégés sok millió áldozatára is emlékezett egyben. Emlékezni gyűltünk össze. Emlékezni a magyar hősökre, akik a magyarság Kárpát-medencei több mint 1100 éves történelme során fegyverrel vagy anélkül harcoltak Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve életüket áldozták a hazáért. Tetteik nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy történelmünk vérzivataros időszakai ellenére is fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.